Az udvaron, az ugrálóvárban boldogan szögdícselő és szaltózó gyerekek, a hűs épületben pedig éppen készülnek a szebbnél szebb rajzok, és persze a csillántetoválások is. Ez a látvány fogadta stábunkat, amikor kilátogattunk Bátyára, ahol minden évben szerveznek tábort, elsősorban hátrányos helyzetű gyerekeknek. Ez a bűnmegelőzés jegyében történik, kreatív nap is van, kirándulós napunk is volt, és sportnap. Azon kívül ezt az utolsó táborzáró napot, ezt egy gyermeknapnak neveztük ki. A tavalyi évhez hasonlóan az idei tábor is nagyon színvonalasra sikerült, hiszen a Rosszatom által kihirdetett és megnyert pályázatnak köszönhetően és a helyi önkormányzat támogatásával valósult meg. Minden nap 30 gyermek vett részt a táborban, és ópusztaszerre tudtunk menni kirándulni. Azon túl csütörtökön, tehát ez a szerdai nap volt, az ópusztaszeri, csütörtökön a Csilitrédnek a kis vonatjával kimentünk Messesre. Az elköszönő táborzáró napon a Máltai Szeretetszolgálat tette boldogabbá a gyerkőcöket, itt a kézműves foglalkozások mellett egy mozgó játszóteret hoztak magukkal, ahol animátorok gondoskodtak a jókedvről. A délelőtt folyamán csináltunk ilyen eszköz nélküli játékokat, ezeket mi Attilával, a kollégámmal elég rögóta tanuljuk, és különböző képzésekre járunk, úgyhogy ilyen játékokat, csapatépítő játékokat hoztunk a gyerekeknek, hogy együtt tudjanak szórakozni, illetve ezt a mögöttem látható ugrálóvárat, ami itt lesz egészen délután 3 óráig a srácoknak. A tábor ideje alatt a gyerekek ismeretterjesztő előadáson is részt vettek, ahol a rendőrség munkatársai beszéltek a nyár veszélyeiről, és hogy mire figyeljenek oda a szünidő alatt. Köszönöm, működésben részt vett a Bátyai önkormányzat, a Bátya községi egészségügyi és szociális intézménye, azon belül a család és gyermekjóléti szolgálat. Dobrai Dávidtól azt is megtudtuk, hogy a tábor létrejöttében a településen élő vállalkozók is segítettek.